és meglepetés volt nekem, ez a város először látogatom. Már évek óta, 20 évek óta ismerik. Gáborral meghívott erre a tornára. Én most külföldről jöttem, Irakból, és akkor láttam, hogy nagy lehetőségek vannak, és nem is gondoltam, létezni ilyen létesítmény itt a kisvárosban. És ezért hosszú távon szeretném tervezni, szervezni, esetleg ott kicsit felleníteni a sportot, illetve a futball a városban. Városom büszkesége ez a nemrégen felavatott műfüves pálya. Mit szól a pályához? Mennyire elégedett? Megmondom, hogy én meg 38 országban jártam munkába, és világot jártam. Meg nem akarok most mondani, éppen kellemes meglepetés. Ilyen füves ritkán láttam én a világon. Esetleg Hollandiában láttam, de nem tudom, ez milyen származás. És ez nagyon jó. Örülök neki, ha legyen másik városban, és én legalább felelünk ez. Ismerve a nemzetközi kapcsolatait, illetve a ottani pályákat, Balmazővárosnak önvéleménye szerint komoly edzőtáborokra ezzel a műfőves pályával kapcsolatban lesz lehetősége? Én megmondom, hogy lesz lehetőség, sok lehetőség van. Csak egyszerre kéne kicsit kifelé nemzetköziek egy jó menedzser megtalálni, hogy egy reklámot kell csinálni. Más nem lehet, meg személyi kapcsolatokat. Én megmondom, hogy már egész világot jártam Magyarországon, 34 éve megyek, jövök, most először jöttem ide. Akkor az jelenti, hogy kéne valakin révén esetleg egy reklámon keresztül ide kerülni. Ez kevés, hogy majd egyszer játszunk, egyszer megyünk, ez nem. Egy jó tornát, jó nevet, jó minden, és remélem, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségben is ezért is tudna támogatni, nem anyagileg a fontos, hanem a kapcsolati révén ajánlana ez a város, ajánlana ez a szakemberek, ami itt vannak, illetve stb. Szakmai szemmel hogyan értékeli a balmazővárosi fiatal sportolók munkáját, focista munkáját? Hát megmondom, hogy minden, amit látok a fiatal, az öröm. Hát akár hogy nézzük ki, ez már az öröm, hát már többen jönnek, többen mennek, ez meg mindig valahogy valami, az látszik, hogy már foglalkoznak velük. Ez a fontos. Csak foglalkozni kell velük, más nem kell. Labda ott van, guruljatok utána, és készen jöttek. Hogyan kapcsolódott ez a rangos tornához Balmazőváros? Hát régi hagyománya van már ennek, és Hegedűs Gábor kérte meg az alpolgármester urat, hogy már egy ilyen gyönyörű szép műfőes pályánk van, akkor ha lehet, akkor használjuk ki. És így elvállalta a város a rendezését ennek a két korcsoportnak. Honnan érkeztek a csapatok? Honnan érkeztek a vendégek? Ukrajnából érkezett csapat, Románia két településéről, és Balmazújvárosról, valamint a debreceni olasz focisulitól. Eddig a mi fiaink hogyan álltak helyt? Hát a kicsiknek még van mit gyakorolni a nagypályás futballból, ugyanis ők most kerültek még csak fel a Tóth Gabi korosztályához, aki az U13-at viszi a megyei szinten. Ő a gyerekek Szabó Balástól kerültek föl nyilván egy keresztpályás játékból, két évvel fiatalabbak, mint az ellenfeleik voltak, tisztesen helyt álltak. A nagyobbaknak azt hiszem egy X-ük van, ők már egy kicsit érettebb futballt játszanak. Hegedűs Gábor már nekem elmondta egy előző riportban, hogy nagyon fontosak az ilyen rendezvények, ilyen és hasonló rendezvények utánpótlás nevelésben úgy országosan. Na de a mi fiaink, a mi ifjú tehetségeinket fogjuk esetleg egy pár éven belül látni a helyi, esetleg MB3-as csapatban? Én nagyon bízom benne, ugyanis az edzőinek egy nagy feladat az, hogy a legtehetségesebbeket még kiemeltebben foglalkozzanak velük, ugyanis már most is látszik a felnőtt csapatunkon, hogy azért 95%-ban csak helyi utánpótlás csapatból felkerült játékosok alkotják. Ez az igen csak rangos kupa el fog látogatni a jövő évben is városunkba? Én biztos vagyok benne, hogy igen. Ha az ég le nem szakad ránk hamarosan, és nem mos el mindent, félretéve a téfát, szerintem biztos. És még más is, esetleg más torna is. Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a focival? Hát én körülbelül 6 éve futballozok, másodikba kezdtem. Mit tetszett meg ebben a sportban? Miért nem mondjuk a kézilabda vagy a kosárlabda? Hát apukám is ezt a sportot űzi, és ezt tetszett meg. Vannak példaképeid? Hát, szeretem a Real Madridból Raúl González. Esetlegesen szeretnél te is hasonló papírokat elérni a későbbiekben? Hát, talán, hogyha lenne rá esélyem. Azért ez egy komoly múltra tekintő kupa. Gondolom hallottál róla, 18. alkalommal került megrendezésre. Milyen érzés ilyen hazai, illetve külföldi csapatokkal is együtt játszani? Hát, jó érzés, mert látom, hogy a különböző bajnokságokban hogy játszanak. Hogyan értékeled, milyen a mezőny? Hát elég erős szerintem. És a helyiek, az újvárosiak? Ők is jók,
csak még szerintem lenne mit fejlődni. Hogy érezted eddig te, hogyan álltál helyet, és milyen poszton játszottál? Én jobb középpályán játszottam, de régen viszont hátvéd voltam. Szeretnél a későbbiekben ezzel hivatásszerűen is foglalkozni, vagy csak ez marad egy ilyen hobbi sport számodra? Hát hobbi is, meg majd meglátjuk.